A nagyszabású Gödöllőz Fesztivál belvárosi napok és további zenei fesztiválok első eseményeként szeptember 9-én megnyitotta kapuit a felújított Gödöllői Városi Múzeum, a Mi Városunk és a Gödöllői Művésztelep című állandó kiállítása. Az intézmény tárlatainak bővítése a Kubinyi Ágoston program támogatásával valósult meg. Mintegy 3000 műtárgyon keresztül a múzeumban látogatók megismerhetik Gödöllő helytörténetét. Tartozik, meg van hagyománya, van érték, amit őriznünk kell, nagyon-nagyon sok dolog, amire büszkék vagyunk, és ami, hogyha nem foglalkozunk vele, akkor előbb-utóbb valóban avittá is porossá válik, és aztán majd valamikor valaki letörli a port és újraéleszti, vagy lesz olyan felhajtó erő, vagy van olyan felhajtó erő, amelyik újra és újra előtérbe hozza ezeket az értékeket, egy kicsit átalakítja, kicsit átrendezi, és a kor technikai eszközeivel felszerelve mutatja be a látogatóknak. Én azt gondolom, végignézve a két kiállító termet, ez a kiállítás pontosan erről szól, és ez nagyon jól kapcsolódik az 50 éves városhoz és a Gödöllőz Fesztivál tulajdonképpen első rendezvényéhez. Közel 40 millió forintos forrás volt rá, ennek nagy része pályázati pénz, 7 milliót költött rá a város, a többit pályázati formában nyerte el a múzeum, és ennek megfelelően igyekezett ezt a két termet úgy berendezni, meg fogják látni, hogy nem csak leparolták a bútorokat, nem csak átrendezték a különféle sarkokat, hanem megtöltötték úgy tartalommal, hogy az valóban ennek a kornak megfelelően közvetíti ezeket az értékeket. Úgy nézzék majd meg ezeket a tárgyakat. Ez két valóban már sajnos nem köztünk lévő szerzetes, illetve katolikus pap gyűjteménye volt, és azért hozta ide, mert számára Gödöllő fontos volt. Tehát vannak saját értékeink is, befogadott értékeink is, és ezt most mind megújulva tudják önök megtekinteni. Dr. Víg Anna Mária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkárságának főosztályvezetője nem tudott részt venni a rendezvényen. Azonban elismerő szavait Kerinyiné Bakonyi Eszter, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója olvasta fel leveléből. A Gödöllői Városi Múzeum tudatos munkával építette fel pályázati tevékenységét. 2015-ben három sikeres pályázatot nyújtott be, amelyek egymásra épülve, egymást kiegészítve készítették elő a 2016. évi pályázati fordulót. Ekkor került sor az állandó kiállítás befejező, harmadik ütemét megalapozó támogatás elnyelésére. Kiemelkedő, hogy a kiállítás megújításának koncepciója szorosan kapcsolódott a látogatófogadást elősegítő fejlesztésekhez, valamint a kiemelt látogatói célcsoportok elérésének megkönnyítéséhez. Az állandó kiállítás megújítását a Kubinyi Ágoston program összesen 30 millió forinttal támogatta, míg a látogatófogadást elősegítő szakmai munkát további 7 millió forinttal. Dr. Víg Anna Mária elismerte a kiemelkedő szakmai munkát és az intézmény múzeumpedagógiai tevékenységét. Elismerésünket fejezzük ki azért az országosan példaértékű módszertani munkáért, melyet a múzeum a legkisebbek, az óvodások látogatóvá neveléséért tesz. Ezt a tevékenységüket 2015-ben 2 millió forint, 2016-ban további 3 millió forint támogatással tudtuk ösztönözni. Reméljük, hogy ez a korosztály hamarosan megismeri és megszereti az új állandó kiállítást is.
A múzeum a város fontos kultúrateremtő és kultúra közvetítő intézménye, a lokálpatriotizmus mellett a város mindenkori arculatának meghatározó letéteményese. A fenntartó önkormányzat és személyesen polgármester úr mindig kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a múzeum ezt a kiemelt szerepét teljes körűen betölthesse. Igazolja ezt az új állandó kiállítás támogatása fontosságának elismerése. Mint minden múzeumi fejlesztés folyamatában, Gödöllő esetében is elsődleges az a törekvés, hogy az intézmény mind a város lakossága, mind az ide érkező turisták számára minőségi turisztikai és kulturális célpontot jelentsen, és egyúttal megfeleljen a kiállításokkal szemben támasztott 21. századi elvárásoknak. A kiállítás rendezőinek tudatos munkáját jelzi, hogy a múzeumokkal szemben támasztott legfontosabb szakmai és társadalmi elvárással összhangban a kiállított tárgyak 30%-át a látogató közönség most láthatja először. A jelenleg területi besorolással rendelkező Gödöllői Városi Múzeum szakmai munkájában hosszú időre meghatározó jelentőségű az új állandó kiállítás megvalósítása, amely valamennyi munkatárs magas színvonalú munkáját tükrözi. Köszönjük elkötelezettségüket, az önkormányzat kitartó támogatását, és reméljük, hogy város polgárainak életét megidéző tárgyak a múlt üzenetei valódi hívószavakat jelentenek, és egyre több hazai és külföldi látogatót vonzanak a városban. A múzeum hagyományosan magas színvonalú pedagógiai programjai pedig hamarosan kiírásra kerülő Európai Uniós pályázatok segítségével újabb lendületet kaphatnak. A Gödöllői Városi Múzeum állandó kiállítása a legmodernebb technológiával felszerelt termeivel várja az érdeklődőket. Kihelyeztük a tárgyakat a tárlóba, hanem különböző elektronikus eszközöket helyeztünk ki mellé, számítógépeket, érintőképernyő számítógépeket, tableteket, és igyekeztünk minél több információt feltölteni ezekre az eszközökre. A kiállítás középpontjában a tárgyak kerültek, tehát nem süllyesztettük őket a különböző régi fajta vitrineknek a mélyére, hanem igyekeztünk olyan tárlókat tervezni és úgy átalakítani a régi tárlókat, hogy a tárgyak minél jobban láthatóak legyenek. Különböző üvegvitrinekbe, posztamensekre helyeztük őket, és a világítás technika is egyre jobb lett. A legkorszerűbb ledes világítás technikát sikerült beépíteni a kiállításba. A kiállítás megnyitóján kihirdették a Múzeum Krónikaíró pályázatának nyerteseit, amelyet Gödöllő városa avatásának 50. évfordulója alkalmából írt ki az intézmény. A harmadik helyezett lett, és köszönöm a dolgozatot Krustinszki Tibornak és Lencsés Csabának. Szeretném megkérni, hogy jöjjenek ide. Második lett Klacsman Dorottya és Pál Gábor. Név nélkül bírálták el a dolgozatokat két bírálókat, akiknek ezúton is köszönöm szépen a munkájukat. Úgyhogy nem volt bunda a dolog, Fábián Zsolt lett az első helyezett, aki nagyon szép dolgozatot adott be a Gödöllői rendszerváltásra.